Kezdetét vette a második alkalommal megrendezett a Parhanti Nemzetiségi Nap. Az idei eseményt Nagy Boldogasszony ünnepével kötötték össze, így szentmisével kezdődött az ünneplés. Tavaly a helyi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében indult el a kezdeményezés, ami nagy sikert aratott az itt lakók között. Ziegler Teréz, az esemény egyik főszervezője elmondta, a céljuk az, hogy hagyományt teremtsenek. Legyen egy nap, amikor az itt élő népcsoportok, nemzetiségek közösen ünnepelnek. Második alkalommal rendeztük meg ezt a nemzetiségi napot, most már egy kicsit nagyobb volumenben, az első év az a próbálkozás éve volt. Az a célunk, hogy egy hagyományt teremtsük, amikor is összejönnek az itt élő népcsoportok, nemzetiségek, és együtt örülünk annak, hogy békésen együtt tudunk élni Magyarországon. És ezt próbáltuk valamilyen formába egybeönteni, és összekapcsoltuk mi most a Nagy Boldogasszony ünnepével is, hiszen ez egy egyházi ünnep is. Itt ugye mindenki szinte katolikus vagy evangélikus, tehát mindenki ünnepli ezt az ünnepet, tehát ez is azt erősíti, hogy sok minden összeköt minket, és nagyon sok érzelmi szálon összefut itt az itt élő embereknek a gondolkodásmódja, a hagyományai. Közösen készültünk, mert az asszonyok bekapcsolódtak a sütésbe, az előkészületekbe, a rendezvény a helyszín berendezésébe, a férfiak a padok fölállításába, most is ugye a söntésbe beálltak, tehát itt mindegyik nemzetiség, azt tudom mondani, bekapcsolódott. Szerencsére jó közösségünk van, az itt élő svábok együttműködnek a székelyekkel, az itt élő romákkal, az itt élő felvidékiekkel. Egyik nagyobb csoport kisegíti mindig egymást, ha rendezvényeink vannak, mindig akkor a másik besegít egy kicsikét, hogy mindenki úgy érezze, hogy mindenhol szívesen látják. Egyre inkább jelentkezett az igény itt a közösségből, hogy más falvakban már láttuk, a környezetünkben láttuk, hogy mindenhol vannak ilyen rendezvények, és mondtuk, hogy nálunk miért nincs ilyesmi. És annyira pozitívan fogadták tavaly, és annyian beöltöztek az első alkalommal, hogy meglepődtünk, és akkor mondtuk, hogy akkor lehetne ebből valami komolyabbat is csinálni, ahol tényleg van az idejüknek, hogy nyugodtan leüljenek, beszélgessenek a hétköznapokról, lássuk egymást, hiszen ebben a rohanó világban pont ez veszik el manapság, hogy nincs időnk erre, hogy örüljünk annak, hogy együtt tudunk tölteni értékes időt. Azt gondolom, ez is hangsúlyozza, hogy Magyarországon milyen fontosnak tekintik, hogy a legkisebb településben is, a legelrejtettebb pontokban is mindent megtegyenek azért, hogy az itt élő emberek békésen, barátságosan, együttműködve tudjanak létezni, és nagy tiszteletbe tartják azt, hogy ki milyen nemzetiségű. Tehát természetesen mindenki magyar, én azt gondolom, ez manapság már nem kételj, de ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy milyen gyökereink voltak, és milyen értékeket hordoznak magában. Az eseményen részt vett Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is, aki elmondta, hogy nagyon jó példája a Parhant a nemzetiségi együttélésnek, hiszen székelyek, svábok, felvidékiek és romák is képviseltették magukat az eseményen, és külön öröm neki az, hogy a fiatalok is támogatják a hagyományőrzést. Örülünk annak, hogy jó példája a Parhant a nemzetiségi együttélésnek. Ahogy államtitkár úr is elmondta, több nemzetiség, székelyek, svábok, felvidékiek éltek ezen a településen az elmúlt évtizedekben együtt, és már közös hagyományaik is kialakultak, és nagyon szép látni az embereket, ahogy igazából úgy is fogalmazhatnánk, hogy sokan összeöregedtek már, nagyon sok idős ember van, de látunk gyerekeket, fiatalokat is népviseletben is, különböző népviseletben, és örülünk, hogy ezeket a hagyományokat tovább viszik. Megyei viszonylatban nagyon értékesek azok a rendezvények, ahol közösségépítés van. Mi szeretünk kijönni a településekre, fejlesztésekről beszélünk általában, úthálózat, csapadékvíz, óvodafejlesztés, iskolafejlesztés, orvosi rendelők. Mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes fejleszteni egy településen, hogyha közösség is van, hiszen mindig a közösségnek van szüksége ezekre a fejlesztésekre. Úgyhogy örülünk, hogy van közösség, és érdemes a Parhantra fejlesztéseket hozni ezek szerint. Jó néha hétvégére egy kicsit ilyen hangulatú találkozókban is részesülni, hiszen hétközben sokat szakmázunk, kimegyünk, és általában komorabb a hangulata a beszélgetéseknek, meg kell hallgatni a különböző panaszokat, felírjuk a fejlesztési igényeket, tehát most örülök, hogy nem erről szól ez a délutáni program.
Aparhant polgármestere Dávid Tímea is elmondta, hogy eddig nem volt jellemző a településre a hagyományok és a kultúra ápolása, de a jövőben a település önkormányzata is támogatja majd az ilyenfajta programokat, fejlesztéseket. Tavaly civil kezdeményezéssel kezdték el ezt a nemzetiségi napot megszervezni, idén már a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésével, már hagyományteremtéssel folytatódik ez az ünnepség. Bízom benne, hogy ez a jövőben is megmarad, és minden évben megszervezésre kerül. Egyértelműen úgy is érzem, hogy nagy az összefogás, a svábok, felvidékiek, romák és székelyek abszolút egyetértésben élnek itt egymás mellett, úgyhogy szerencsére ebből nincsenek itt problémák. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki bár származását tekintve székely, egyformán fontosnak tartja más népcsoportok és nemzetiségek hagyományainak megőrzését is. Több népcsoport él együtt 1945 óta a Völgységben, illetve itt ezen a településen is. Tudjuk, hogy ez az együttélés kényszerből alakult ki, hiszen a németeket kitelepítették, ezekből a községekből részben kitelepítették, és helyükre pedig bukovinai székelyek, erdélyi székelyek, illetve felvidékiek kerültek, telepítették őket ide. Én azt gondolom, egyik népcsoport sem tehet a történelmi eseményekről, viszont az elmúlt 75 évben megtanultak egymással békében, barátságban együtt élni. Először kényszerűségből, utána pedig tényleg barátsággal alakultak ezek a kapcsolatok. Ennek egy szép példája az, hogy az elmúlt 30 évben nagyon sok helyen egyesületeket hoztak létre, német önkormányzatokat hoztak létre, illetve közös rendezvények vannak, és egymás rendezvényeire is eljárnak. Sőt, hát egymásnak most már rokonai is vagyunk, hiszen több generáción keresztül már a vegyes házasságok divatja megvalósult, úgyhogy én remélem azt, hogy ennek a rendezvénynek is a későbbiekben megmarad a hagyománya. Aparhanton is működik Német Nemzetiségi Önkormányzat. Magyarországon kb. 1500 ilyen nemzetiségi önkormányzat van, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nemzetiségiek minden olyan joggal bírnak itt Magyarországon, amely biztosítja számukra az identitásuk megőrzését és erősítését. Sőt, parlamenti képviselőik is van 2018 óta, Ritter Imre képviselő személyében, akivel én rendkívül jól tudok együtt dolgozni, éppen azért is, mert mind Tolna megyében, mind pedig a körzetemben nagyon jelentős a nemzetiségűek, elsősorban a németeknek az aránya, és én úgy gondolom, hogy mind nemzetpolitikáért felelős államtitkár, mind pedig egyéni országgyűlési képviselőként is az itthoni nemzetiségeket, elsősorban a németeket is képviselem.